minden videót valami felütéssel kéne kezdeni, de erről a kameráról mindössze annyit tudok mondani, közel tökéletes. A Realink kamerája pont úgy néz ki, mint a beltéri forgatható kamerák 90%-a. Egy nagy fej, egy stabil talp, elől a dönthető optika, hátul pedig a hangszóró. Ez egy jól bevált forma, semmilyen változtatni való nincs rajta. Piacon kapható legtöbb kínai beltéri kamera Wi-Fi-s. A legtöbbnek 1080p-s felbontása van, és a legtöbb memóriakártyára rögzít. Illetve léteznek természetesen olyan darabok is, amik felhőben tudnak rögzíteni, de más megoldás a képek tárolására nincs. És pont ez szokott a legnagyobb probléma lenni ezeknél a kameráknál, ugyanis emiatt otthoni biztonsági rendszerekben nem lehet őket beilleszteni. Csak és kizárólag a hozzájuk adott telefonos szoftverrel működnek, a felvételek pedig csak a memóriakártyán rögződnek, illetve felhőben. Ez azért nem jó megoldás, mert vagy maradunk a memóriakártyánál, de ezt a betörő magával tudja vinni akár a kamerával együtt, vagy a felhőszolgáltatás, ami viszont havidíjas, magyarul minden hónapban fizetnünk kell érte. A Realink E1 Pro igazából pont ezen a területen nyújtja a legtöbbet, ugyanis van RTSP, RTMP és ONVIF portja is, ezek mind állíthatók. Természetesen lát éjszaka, van járőrfunkció, ki lehet jelölni a képen a riasztási területet, illetve azt is, hogy a hét mely napján és mely órákban figyelje ezeket a területeket. Természetesen tud e-mailben értesítést küldeni a riasztásról, illetve van egy sziréna hang is a kamerába építve. Végül, de nem utolsó sorban meg kell jegyezni azt is, hogy ebben a kamerában nem csak hangszóró, hanem mikrofon is van beépítve, így képes kétirányú hangkommunikációra. Ezáltal alkalmas bébi figyelő kamerának, vagy simán hazaszólhatunk a kutyának, hogy ne egye meg a kanapét. Lássuk, hogy kell a Realink E1 Pro-t beüzemelni. Hihetetlenül egyszerű, ugyanakkor biztonságos a kamera telepítése. A legkönnyebb, ha a telefonon végezzük az alapbeállításokat. Ide letöltjük a Realink szoftvert, elindítjuk, majd a telefon kamerájával beolvastatjuk a kamera alján lévő QR kódot. Ezután megadjuk a kamerának, hogy melyik Wi-Fi hálózaton kommunikáljon, adunk hozzá nevet és jelszót is. Ha ezzel is készen vagyunk, akkor a telefonunkon megjelenő újabb QR kódot beolvastatjuk immár a kamerával, ezután megadjuk az admin felhasználó általunk választott jelszavát, végül adunk a kamerának egy nevet, és ezzel kész is vagyunk. A telefonnal lényegében minden funkció használható, ennek ellenére én azt javaslom, hogy töltsétek le a PC-re vagy macOS-re való szoftvert, ugyanis a rengeteg funkció beállítása az asztali gépen sokkal kényelmesebb lesz. Ennek használata sem túl bonyolult. Ha feltelepítettétek a számítógépetekre, akkor nincs más dolgotok, mint megkerestetni vele a helyi hálózaton lévő kamerát. És milyen a Realink E1 Pro használata? A tesztelő szempontjából teljesen unalmas, ugyanis semmi más dolgom nincs vele, mint beüzemelni, elindítani, és minden működik. Jó magam az ONVIF funkciót egy Synology NAS segítségével próbáltam ki. Itt fontos megemlíteni azt, hogy a Synology NAS az ONVIF funkción keresztül lényegében minden beállítást, minden funkciót átvett, magyarán a kamera teljesen jól állítható. Ez lényegében annyit jelenti, hogy az ONVIF funkció teljesen tökéletesen működik. A Realink E1 Pro kapcsán egyetlen egy dologról nem szóltam még, ez pedig a felbontás. A legtöbb kínai kamera 1080p-ben, vagyis Full HD-ban dolgozik, ezzel szemben a Realink E1 Pro 4K-s felbontást tud, magyarán 4-szer annyi pixel van a képen, mint egy normál kamera esetén. Ez természetesen azt jelenti, hogy a Realink E1 Pro képe tűéles. Minden részlet megkülönböztethető rajta, viszonylag nagy a beállítási lehetőség is, lehet állítani a fehér egyensúlytól a színhőmérsékletig rengeteg mindent. Ez az átlagos napi felhasználás során, amíg a kutyát figyeljük, nem lesz fontos, viszont abban az esetben, ha betörnek hozzánk, a 4K képesség felértékelődik. Egy ilyen felbontású képen valószínűleg sokkal jobban felismerhetőek lesznek az arcok és esetleg a ruházat is. És milyenek a tesztnek a konklúziója? Lényegében annyi, hogy ilyen rövid idő alatt kamerát már nagyon régen teszteltem le. És ez nem azért van, mert a Realink E1 Pro ennyire keveset tud, hanem azért, mert igazából semmilyen probléma nem volt se a telepítéssel, se a szoftverekkel, se a kamerának a használatával. A képminőség és a tudás tökéletes, ráadásul az ára sem túl vonos. Sőt, erre a kamerára most hazai beszerzési forrást is tudunk ajánlani, ahol nagyjából 25 ezer forintért lehet megvásárolni. Ha tetszett a videónk, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszett a kamera, akkor keresétek meg a videó alatt a beszerzési forrásra mutató hivatkozást. Köszi, hogy velünk voltatok, jövő héten egy újabb teszttel jelentkezünk. Sziasztok!